Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Porvacsesznek környékéről, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Sárga Sáv túraútvonalon, Porvacsesznek környékén, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát haladok tovább arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is. De még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen fordulok is egy 180 fokot. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arrafelé van Porva, tehát arrafelé van Porva, és én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. Igaz, én nem Porváról indultam, hanem a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyről, de abból az irányból jöttem. Így hát a továbbiakban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt, a Sárga Sáv túraútvonalon, Porvacsesznek környékén. És akkor haladok tovább arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor én már folytatom is tovább a mai kis túrámat, mert hogy folytatom tovább tulajdonképpen. Ha megnézitek a ezt megelőző videókat, akkor abban jól láthassátok azt, hogy ez már nem az első videó ezen a mai napon. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, Porva Csesznek környékén. Hát valójában a mai napon itt túrázok fönn a Bakonyban, Porva Csesznek környékén. Hát valójában ez a szombati nap nekem erről szól. De ha megnézitek az ezt megelőző videókat, akkor abból konkrétan tudhassátok, láthassátok, hogy igen, a mai napon itt túrázok Porva Csesznek környékén. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Haladok tovább itt a Sárga Sávon. Hát még egy darabig ezen a Sárga Sáv túraútvonalon fogok túrázni, ami a mai napon ez már a második túraútvonalam, hisz az első túraútvonalam ezen a mai napon a zöld sáv volt, a Porva Cseszneki vasúti megállóhelytől egészen Porva határáig, ahol ugye belecsatlakozott a zöld sáv túraútvonal a Sárga Sáv túraútvonalba, és ugye én áttértem erre a Sárga Sáv túraútvonalra, a Zöld Sáv túraútvonalról. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen haladok tovább itt a Sárga Sávon, tehát szépen haladok előre itt a Sárga Sáv túraútvonalon. Hát jön egy újabb szép kis tisztás, tehát jön egy újabb szép kis mező, ahogy látom ezen a felvételen. Tehát egy újabb szép kis mező következik, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok itt előre felé, tovább itt a Sárga Sávon. És kijöttünk a napsütésre.
az erdőből. Na, gyerekek, hát idáig a mai túrám elég kalandosan alakult, mert tényleg elég kalandosan alakult idáig a mai túrám, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor itt van ez a szép kis mező, ahogy látható ezen a felvételen. Egy nagyon szép kis mező látható ezen a felvételen, és én szépen haladok tovább arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tovább itt a sárga sávon, aminek mindjárt meg is mutatom a jelzését, mert azért ez nagyon jó fel van tüntetve, hogy merre halad. Sokkal jobban fel van tüntetve, mint a zöld sáv túra útvonal a Porva Cseszneki vasútállomástól a porvai határig, ahol a sárga sávval találkozik. Na, gyerekek, és akkor mindjárt mutatom a sárga sáv túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, mert itt van, fel van festve ennek a vadkörtefának a törzsére. Íme, tessék, lássék, itt van a sárga sáv túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a sárga sáv túra útvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább ezen a sárga sáv túra útvonalon, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok tovább, ahogy mondottam. És ugye a mai túrám az nagyon jó kis túra idáig, beleértve az úttévesztésemet is, mindjárt túrám elején, mert történt az ezen a szombati napon, mindjárt a túrám elején, hogy amikor elindultam a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyről, hogy teljesen rossz irányba indultam el, nem Porva irányába indultam el a zöldsávon, hanem valójából Borzavár irányába indultam el, és úgy fél órát gyalogoltam, és semmi turista jelzés nem volt, az már eleve furcsa volt, és így fél óra elteltével ugye végül is vissza kellett forduljak, ugye vissza a Porva Cseszneki vasúti megállóhely közelébe, mert hogy ugye ott azon a ponton ugye megtévesztettem a útvonalat, és ugye nem a zöld sávon indultam el Porva irányába, hanem Borzavár felé indultam el egy erdészeti kocsi úton. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor most már itt vagyok ugye a helyes úton, már egy kis ideje, tehát egy kis ideje már a helyes úton vagyok, mert ugye az első videóban volt az, hogy teljesen rossz irányba indultam el, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és abban ez jól látható, illetve hallható. És akkor haladok tovább, ahogy mondottam, és hamarosan jönni fog a sárga keresztnek a kiágazása, mert kezd nekem ismerős lenni a táj, ugye csütörtökről, vagy a csütörtökön jártam itt utoljára, ezen a vidéken, és akkor is túráztam éppen, akkor is készültek természetesen túraútvonalas videók, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És igen, itt fog jönni majd a útelágazás, ahol szépen le fogok térni a sárga sáv túraútvonalról, és rá fogok térni a sárga kereszt túraútvonalra, és a továbbiakban majd a sárga kereszt túraútvonalon fogok haladni egészen vissza a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyig. Igen, ma egy körtúrát csinálok tulajdonképpen, mert tényleg egy körtúrát csinálok ezen a mai napon, hiszen ugye
Porvacsesznekről, a vasúti megálló helyről indultam el, és ugyanoda fogok végül is visszaérkezni. Tehát valójában egy körtúrát csinálok ezen a mai napon, ezen a szombati napon. És akkor itt van a útelágazás. Tehát itt van az útelágazás. Hát ez nyilván már ismerős nektek csütörtökről, hiszen csütörtökön jártam itten, ezen a héten, és akkor is készültek videók, és ugye akkor jártam be a Sárga Kereszt túra útvonalat, illetve a Sárga Sáv túra útvonalat, Porvacsesznek vasúti megállóhely, és Vinye vasúti megállóhely között, de nézzétek meg a csütörtökön készült videókat is, köszönöm szépen. Hát közben egy bögöly legyet megint agyon nyomtam magamon, mert megint itt vannak a bögyök, tehát megint itt vannak a bögöly legyek, úgyhogy haladok is tovább, mert itt megint betaláltak a bögyök, pont ugyanúgy, mint ahogy csütörtökön is ugyanitt találtak be ezen a helyen. És akkor itt van maga az elágazás, ahogy látható ezen a felvételen. A Sárga Sáv túraútvonal az arrafelé halad tovább, egészen Vinyéig, tehát arrafelé van Vinye, és a csütörtöki napon ugye arrafelé túráztam, tehát arrafelé túráztam a csütörtöki napon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen, tehát arrafelé halad tovább a Sárga Sáv túraútvonal egészen Vinyéig, de én itt rátérek a Sárga Kereszt túraútvonalra, ami viszont arra felé halad egészen a Porvacseszneki vasúti megállóhelyig. Valójából visszamegyek a Porvacseszneki vasúti megállóhelyhöz, ami konkrétan arra felé van, mert hogy arra felé van konkrétan, hiszen csütörtökön már jártam itt, és ugye akkor pont bejártam ezt a útvonalat, amit most is be fogok járni, csak éppen visszafelé, vagyis fordítva. És akkor legyen egy kis visszatekintés, ha már itt pörgök körbe-körbe, mint a Ringlispiel. Tehát én konkrétan most abból az irányból jövök, arrafelé van Porva, én abból az irányból jövök. Tehát onnan jövök, arrafelé van Porva. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat, de nem a Sárga Sávon, hanem szépen rátérek a Sárga Keresztre. A Sárga Sáv túraútvonal az arrafelé folytatódik egészen Vinyéig, mert Vinyéig folytatódik arrafelé a Sárga Sáv túraútvonal. Ugye ezt én csütörtökön bejártam, tehát ezt a szakaszt már csütörtökön bejártam. Nézzétek meg a csütörtökön készült videókat is. Köszönöm szépen. Így hát én a továbbiabban nem arra felé haladok, hiszen már csütörtökön jártam arra, hanem szépen haladok tovább abba az irányba, visszafelé a Porvacseszneki vasúti megállóhely felé, a Sárga Kereszten. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor haladok tovább arrafelé, valójából visszafelé, tehát szépen visszafelé haladok, vissza a Porvacseszneki vasúti megállóhelyhöz, és most valójából már itt vagyok ugye a Sárga Kereszten, amit ugye a csütörtöki napon bejártam, csak pont fordítva, tehát akkor pont fordítva haladtam, hát most ebből az irányból is megnézem, hogy milyen a Sárga Kereszt túraútvonal, és akkor szépen itt haladok is visszafelé Porvacsesznek vasúti megállóhely irányába. Hát itt majd nem sokára lesz egy emelkedő, tehát itt nem sokára meg kell másznom majd egy dombot. Azért itt azért már biztonságosabban túrázok, hiszen csütörtökön már jártam itten, mert tényleg jártam már itt csütörtökön. Ugye a csütörtöki videók is itt készültek részben, ezen az útvonalon, csak éppen akkor pont fordítva haladtam, tehát Vinye irányába haladtam, ugye, Porvacsesznek vasúti megállóhelytől, most pedig haladok
Porvacseszneki vasúti megállóhelytől vissza Porvacseszneki vasúti megállóhelyhöz. Hát valójában a mai túrám egy ilyen körtúra tulajdonképpen, mert tényleg a mai túrám az tulajdonképpen egy ilyen körtúra, tehát egy szép nagy kört leírtam tulajdonképpen, és akkor itt szépen haladok a Porvacseszneki vasúti megállóhely irányába. És itt van ez a mező, amit ugye csütörtökön is megmutattam néktek. Ugye ez az a mező, amit ugye csütörtökön is megmutattam azokban a videókban. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen. És akkor haladok tovább. Hát valójában visszafelé haladok a Porvacseszneki vasúti megállóhely irányába. Hú, gyerekek! Hát a mai túra is egy szép kis túra tulajdonképpen, beleértve a kellemetlenséget is, ami ugye mindjárt a túrám elején felbukkant, hogy teljesen rossz irányba indultam el. Nem Porva irányába indultam el, hanem Borzavár irányába. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor most itt szépen itt a sárga kereszten vissza fogok sétálni egészen a Porvacseszneki vasúti megállóhelyig, és szerintem a 3.15-ös vonattal vissza is megyek Veszprém városába, ha már így alakult. Na, gyerekek! És akkor jön itt az emelkedő nem sokára, amit meg kell másznom, mert tényleg itt jön az emelkedő, amit ugye a mai napon meg kell másznom, nem úszom meg. Ugye csütörtöki napon itt lefelé jöttem, most fölfelé fogok menni konkrétan. Hú, gyerekek! Amúgy a mezőt ezt még megmutatom nektek, mielőtt oda az erdőbe bemegyek. Tehát így néz ki maga ez a mező. Tehát így néz ki maga a mező, ahogy látható ezen a felvételen. De ezt ugye már csütörtökön megmutattam néktek, a csütörtökön készült videókban. Tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki ez a szép kis mező. És akkor szépen haladok is tovább, itt a sárga keresztem most már. Tehát a mai napon ez már a harmadik túraútvonalam, amit úgymond részben bejárok, illetve érintek. És akkor haladok tovább itt a sárga kereszten. És akkor itt jön az emelkedő, amiről beszéltem. Tehát itt lesz egy kis hegymászás, úgymond. Szépen ezen a emelkedőn föl kell másszak, ha tetszik, ha nem. Még lefelé jobb volt itt jönni a csütörtöki napon, mint most itt fölfelé mászni. Mert tényleg jobb volt itt csütörtökön lefelé jönni, mint most itt fölfelé haladni. De nem olyan vészes. És akkor szépen haladok is tovább itt a sárga kereszten, vissza a Porvacseszneki vasúti megállóhelyhöz. Még itt is van a csütörtöki lábnyomom is. Még az is itt van. Hú, gyerekek! És akkor itt szépen fölkapaszkodok. Föl itt a domboldalon. Bejöttünk az erdőbe. Hú, gyerekek! Jó az idő. Tényleg jó az idő. Mit nem mondjak. És akkor haladok tovább arra fölfelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Hú! Új gyerekek! Mászok ám fölfelé ezerrel.
Ja, itt van még a csütörtöki lábnyomom is. Jó kis dombmászás. Hú, gyerekek, nem egyszerű a dolog, az az igazság, főleg úgy, hogy van rajtam plusz kilók is, meg én is kicsit túlsúlyos vagyok, hát nem egyszerű, maradjunk ennyiben. Kicsit kövér vagyok, gyerekek. Kicsit meghíztam az utóbbi időkben, mert én meghíztam egy kicsit az utóbbi időkben. De nem olyan brutális módon. Ah, jó van. És akkor itt kell bekanyarodni jobbra. Hű, gyerekek. Arrafelé folytatódik az út. Na de, nekem itt jobbra be kell kanyarodni. De hát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, tehát nem arra felé haladok a továbbiakban, hanem szépen itt jobbra be kell kanyarodnom, vagyis arra felé kell haladnom a továbbiakban. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, és legyen egy kis visszatekintés, ha már így forgok körbe-körbe. Konkrétan ugye én abból az irányból jövök, Tehát abból az irányból jövök. Amúgy arrafelé is vezet egy út, de ezt már csütörtökön megmutattam néktek. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább. Tovább itt a sárga kereszten. Mert hogy most már ugye a sárga kereszten vagyok. Konkrétan. És szépen haladok visszafelé a Porva Cseszneki vasúti megállóhely felé. Hát egy szép kis körtúra lesz ez a mai tulajdonképpen. Mert tényleg egy szép nagy kört leírtam. Mert tényleg egy nagyon szép nagy kört leírtam. Hogy szépen haladok tovább. Visszafelé. Itt a sárga kereszten. Ahol ugye a csütörtöki napon is jártam. De nézzétek meg a csütörtöki videókat is. Azok már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. És akkor mindjárt meg is mutatom néktek a sárga kereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Ezt mindjárt így meg is mutatom néktek. Na azért ez nagyon jó fel van ám tüntetve. Ezt így meg is mutatom nektek, hogy itt van, tessék, lássék. Tehát itt van. Itt van maga a sárga kereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. És én a továbbiakban is ezen a sárga kereszt túra útvonalon fogok haladni egészen a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyig. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor haladok is tovább itt a sárga kereszten. Méghozzá konkrétan arrafelé haladok a továbbiakba, tehát arrafelé folytatom tovább a mai kis túrámat.
ami majd lassacskán a végéhez fog érni, nyilván majd a következő videóban, tehát nyilván ez majd a következő videóban lesz, nem pedig ebben a videóban konkrétan, és akkor szépen haladok előrefelé, és itt jön egy ilyen érdekes útszakasz, ilyen résütön kell majd haladnom, ilyen résüt lesz az egész út tulajdonképpen, érdekes kis útvonal, de hát ezt már ugye csütörtökön is elmondtam. Még a mai túrám az összességében véve elég érdekesen alakult, ha így jobban belegondolok. Hát nézzétek meg a ezt megelőző videókat, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor itt elkezdek lefelé ereszkedni, hogy utána majd újra felmásszak innen a katlamból. Tehát itt elkezdek lefelé ereszkedni, hogy majd utána újra fölmásszak, természetesen. Haladok tovább, hogy látható ezen a felvételen. Hát ugye a csütörtöki napon már jártam itten, csak akkor pont fordítva. Hát most ebből a szemszögből is bejárom ezt a sárga kereszt túraútvonalt. És ugye a csütörtöki napon is mutattam néktek ezt itt, ami itt látható. És akkor haladok tovább. A gyerekek, itt azért van némi akadály. Tehát azért van itt némi akadály, de nem vészes. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga kereszten. Így átlépünk itt a keresztbe dőlt fákon. És láthassátok, hogy itt egy óriási vízmosás van, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát láthassátok, hogy itt egy ilyen völgykatlan van tulajdonképpen. Tehát itt egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi völgykatlan látható, hogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább arra felé, tovább itt a sárga kereszten. Hát a mai napon ugye ez már a harmadik túraútvonalam, amit érintek. Az első ugye a zöld sáv volt, a második ugye a sárga sáv volt, a harmadik pedig ez a sárga kereszt túraútvonal, ami egyben az utolsó is ezen a mai napon, vagyis ezen a szombati napon. És akkor itt szépen haladok tovább visszafelé a Porvacseszneki vasúti megállóhely irányába. És itt megint föl. Amúgy nagyon jó ez az útvonal, tehát tényleg baromi jó ez az útvonal. Majd itt megint le, hogy aztán megint föl legyen. Na, gyerekek, haladjak tovább, viccet félretéve. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga kereszten, vissza a Porvacseszneki vasúti megállóhely irányába. Hát itt még egy dombot meg kell másznom. Igen, ezt errefelé kell haladnom. Ugye, errefelé kell haladni. És itt még egy dombot meg kell majd mászni, tulajdonképpen. Ja, igen. Tehát majd még egy dombot meg kell másznom. És ugye így néz ki maga a környezet. Tehát maga a környezet az így néz ki. Ugye én ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. Arra felé van a hódosér, tehát abban az irányban van a hódosér, én abból az irányból jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És akkor haladok tovább természetesen arra felé,
tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor még jön itt egy kis dombmászás. Tehát itt még egy kis dombot meg kell másznom. Tehát itt még egy kis dombot meg kell másznom tulajdonképpen. Itt. És akkor fölmászunk ide a dombtetőre. Igen. Hát ugye csütörtökön már jártam itten. Nézzétek meg a csütörtökön készült videókat is. Köszönöm szépen. És akkor itt szépen fölmászok itt a dombon. Hát itt jön egy ilyen újabb kisebb dzsungelharc. Egy újabb kis dzsungelharc jön. De a gyúmulyon keresztül. Így né? Keresztül itt a gyumbujon, újabb kis gyumbujharc, és itt föl, és föl is értünk ide a dombnak a tetejére. Itt pedig található egy nagyon jó minőségű erdészeti kocsiút, és akkor a mai kis túrámat hamarosan fogom folytatni arrafelé, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Porvacsesznek környékéről, a Sárga Kereszt túraútvonalról. Sziasztok!